Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mai napon, október 4-én, évközi 27. vasárnapot ünnepeljük. Ezen a napon az evangéliumot Márk könyvéből olvassuk fel. Abban az időben a farizeusok oda mentek Jézushoz és megkérdezték, szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt, mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasság törést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Mint ahogy hallhattuk, a mai nap evangéliuma a házasság felbonthatatlanságának a misztériumára utal, és ebben a vonatkozásban érdemes megvizsgálni azt, hogy miképpen viszonyul egymáshoz a farizeusoknak és írástudóknak a provokatív kérdése, valamint Jézusnak ezen provokatív kérdésekre adott biblikus ikletettségű, illetve megalapozottságú válasza. Akkoriban a patriarkális beállítottságú társadalomnak megfelelően a farizeusok férfiúi felsőbbrendűségben gondolkodtak, és úgy vélekedtek, hogy ők többet engedhetnek meg maguknak. Ezzel ellentétben Jézus a nemek közötti egyenlőséget hangsúlyozza, a nemeknek az egyenrangúságát. És Jézus válaszából világos lesz mindannyiunk számára, hogy Istennek nem az a terve a férfira és a nőre vonatkozólag, hogy rivalizáljanak egymással, hogy versengjenek, hogy az egyik nem stílusjegyeit és adottságait a másik nem rovására hangsúlyozzák ki, hanem sokkal inkább Istennek az a terve az emberre vonatkozólag, hogy a férfi és női polaritásban megalkotott ember, a férfi és a nő kapcsolatában az ember miképpen tudja kibontakoztatni a saját személyiségét és megszentelni a nemiségéből fakadó szexualitását. Másképpen megfogalmazva, hogyan valósulhat meg az az isteni áldás, amit a mindenható Isten az ember megteremtésének pillanatában mind férfira és nőre bízott rá, hogyan valósíthatja meg az ember önmagát a férfi és a nő kapcsolatán belül, a teremtő szándéka szerinti szépségében és jóságában azt a hatalmas ajándékot, amit a mindenható Isten a házasság keretein belül ajándékozott a férfinak és a nőnek. Amen.